Amikor láttam a kordonokat, akkor nagyon el voltam keseredve, szóval még sírtam is, hogy így fogunk bekerülni a köztudatba. És igen, így kerültünk be a köztudatba, itt Magyarországon, hogy kővel megdobáltak. És akkor gondoltam, hogy jó kis csaj, ez a Tereskova, én is űrhajósnő akarok lenni. És akkor mondtam is, de hát mondták, hogy hülye vagy kisfiam, ne legyél te űrhajósnő. Nem mondom, jó van, és Gagarin lehetek? Nem, az se lehet Gagarin se. Na, a Tereskova, azt imádtam egy ideig, amíg ki nem derült, hogy én nem lehetek Tereskova. Voltak beépített emberek, úgy sejtettük is, hogy ki az. Volt, hogy így jó, tehát, hogy direkt ilyen megrendezett beszélgetéseket folytattunk a jelenlétébe, és ezek valószínűleg tovább is mentek. És emlékszem, hogy amikor az Egészségminisztériumot felhívtam, akkor onnantól kezdve, hogy a telefonos kisasszony vagy néni felvette a telefonközpontban, én legalább 30 embernek végig kellett, hogy mondjam, hogy én egy leszbikus vagyok. Én a Homérosz Lambda Egyesületnek keresem a kontaktját. Én azt a szemét keresem, akivel felvehetném a kapcsolatot, mert igen, én egy leszbikus vagyok. Mindig titkolóznom kellett, tehát csak egy kis részt, egy kis szeretet mutathattam meg magamból nekik, pontosan azoknak az embereknek, akik legközelebb állnak hozzám. És úgy éreztem, hogy itt az ideje, hogy Mártának elmondhattam. És mondtam neki, hogy szeretnék vele valamit megosztanom az én magánéletemmel kapcsolatos, és nekem nagyon fontos. És mondtam neki, hogy én meleg vagyok. És azt mondja, tudom, anya. És akkor megöleltük egymást. Nem tudtak minket megkülönböztetni. És szerintem azt gondolták, hogy hát valószínűleg akkor ezek a leszbikus nők, ezek tök egyforma. Mi még a sárosdi rendőrség? Senki. Egymás személyével, jogosítványával, útlevelével közlekedtünk, nyomultunk. Fogalmuk se volt, hogy melyikünk melyik. Már nem egy, nem kettő, nem három embert ismertél, és nem úgy érezted, hogy úristen, 6 milliárdos bolygón te vagy egyedül egy ilyen félre sikeredett genetikai hulladék, hanem azt mondtad, hogy... Gyerekek, hát akkor gyakorlatilag itt nincs is akkora nagy baj. Én nem szaszottam magam a beszegnek, illetve hát nem tudtam. Mert én úgy voltam én, és nem valaki más, ahogy voltam.